Na, itten vagyunk újra. Hagyománytelenül sokadik hanganyagunkkal, amely a spirituális tisztaságról, egységtudat megéléséről szól, a vegetarianizmus kontra húsevés szemszögéből nézve. Mielőtt belevágnánk, elmondám egy-két apróságot. Az egyik, hogy ez ne leadások úgy készülnek, hogy kvázi itthon ülök, és a kapott kérdésekre válaszolok. Kérdéseket leginkább e-mailben szoktam kapni, de nagyon sokan küldnek papírra is kérdést, amelyet ugye a normál előadásos felvételeken, ahol az orcám is látszik, ott szoktam megválaszolni, de olyan sokat kapok, hogy nem mindig sikerül ott, és akkor gyakran itt is válaszolok rá. Tehát én kérdésekre válaszolok, leginkább az az oka, hogy nem jut eszembe, hogy megszólaljak. Nagyon ritkán jut úgy eszembe, hogy magamtól beszéljek. Egyesek szerint lust vagyok, de nem igaz. Nem tudom, valahogy nem jut eszembe, hogy kifejezzem szavakkal is a dolgokat. Amúgy meg szeretek beszélni, hogyha megkérdeznek, elmondom, de magamtól úgy ritkán. Kettő, mindig elmondom azt is, hogy amíg én tőlem hallasz, vagy ezt az egész felvételeket, ne úgy nézd, mint egy hagyományos előadást. Ugyanis én nem akarlak meggyőzni semmiről, általában az információt elmondok, az sem lényeges. Fontosnak talán fontos, de nem lényeges. Nincs értelme követni senkit és semmit. Természetesen, ha akarod, akkor tedd. De én úgy vettem észre, hogy mindenkinek a saját maga útját kell bejárni. És az valamilyen szinten független mindentől és mindenkitől. Sokszor még tőled is. Úgyhogy emberek, élvezzük azt, hogy sokan vagyunk, élvezzük azt, hogy egyének vagyunk, hogy tudunk gondolkodni szabadon. Hogy máshogyan tudjuk felfogni a világot, megélni a mindenséget, mint a szomszéd, vagy egy barát, vagy épp egy szakember, vagy épp egy tanító. Rendben van. Én nem azt mondom, hogy ne éld a hitet, szabadon élheted azt is. Csak ne veszítsd le azt, aki vagy. A valódi hit az felemel, nem pedig eltapos. Római 3. Noha ezen felvételeket ingyen csináljuk, ennek ellenére van jó pár hallgatónk, aki anyagilag is támogat minket, ezt nagyon szépen köszönjük. Mert hát végül is mi is a pénzből élünk. Úgyhogy szeretném ezúttal is megköszönni Saroltának, Józsefnek, Évának, Magdolnának, és ne haragudj, de neked nem tudom a lánykor nevedet, csak a férjezettet, egy bizonyos Andrásné nevű hölgy hallgatónak. Azt, hogy nem csak idejükkel, hanem és a pénzükkel, hanem a figyelmükkel és a megértésükkel is támogatnak mindannyiunkat. Hogy mi mind, én, aki beszélek, és te, aki hallgatsz, illetve te, aki hallgatsz, és én, aki hallgatok. Mi mind itt lehessünk. No, de vágjunk is bele. Felolvasom a kérdést, és aztán elkezdek rá válaszolni. Kedves Krisztián, először is mély tiszteletem, hogy tanítod az embertársainkat, segítséget sokat jelentett másoknak. Én a tisztaságról kérdezlek, mi a véleményed, mennyire befolyásolja a tudatot, például a táplálkozás. Szerintem a spiritualitás nincs tisztaság nélkül. Spiritualitáson most a tudat magasabb szintű megnyilvánulásait, felismeréseket, egységtudatot értek. Csodálkozom, hogy a nagy gyógyítók, megmondók, bölcsek között viszonylag kevés vegán ember található. Szerintem maga az, hogy állatit eszik az ember, beteg dolog, hisz maga az állat és növényvilág is benne van az egységben, ők is, mint minden a részünk. Kíváncsiak a véleményedre, köszönettel. No, alapvetően véleményem nincs, nem szokott lenni. El tudom mondani azt, amit látok, ha valakit érdekel, de nem beszélek olyan dologról, amit nem látok. És amit látok, azt se hiszem, hogy biztosan igaz. Bár általában nem szoktam tévedni. Tudom, mint a Gravoszki a szuperegér, hogy tévedni azt nem szokásom. Na, kezdjük a legelején. Mondtad, hogy tanítom az embertársainkat. Alapvetően én nem tartom magam tanítónak, legalábbis én a tanítást máshogyan képzelném el, mint amit mondjuk én most csinálok.
úgy vettem észre, az embereket igazán nem is tanítani kell, hanem hagyni, hogy a bennük lévő lehetőség szárba szökkenjen. Teljesen egyértelmű, hogy én például ezért foglalkozom úgymond a felnőtt emberekkel, mert például egy gyermeket nem csak így kell tanítani, hanem úgy is, hogy a tanítást klasszikusan értjük. Tehát igenis olyan dolgokat is bele kell úgymond verni idézőjelbe a gyerekbe, hangsúlyozom idézőjelbe, ami egy számára idegen tudást mondjuk, de szükséges az életben maradásához. Tehát igenis van, amikor egy gyermeket nem lehet csak a benne lévő aktuális pillanatával hagyni, azonosulni. Nem akar iskolába menni, akkor ne menjen. Tehát nem túl szerencsés hozzáállás. Sokszor az se, ha iskolába megy. Az nem a gyerek, hanem az iskola hibája. Hagyjuk is. Tehát lényeg, hogy én azért szoktam felnőttekkel foglalkozni. Pont ezért. Mert nem kell erőszakot tanítani, csak semmit. Egyszerűen csak hagyom. És azt segítem valamilyen szinten, hogy megélhessd azt a következő állapotodat, ami már most is vagy. Csak most még nem tudsz róla. Nem nevezem tanításnak, nem is tudom, minek nevezném. Jó kérdés. Nem nevezem sehogy. A tisztaságról kérdezel, ugye spirituális szempontból kérdezed az egész táplálkozás kérdést. Akkor most hagyjuk a fiziológia részt, jó? Arról azt hiszem, amúgy is már régebben válaszoltam, és volt egy valami hasonló kérdés. Nézzük a spirituális vetületét ennek az egésznek. Úgy érted, hogy a tudat magasra szintű megnyilvánulásait, felismeréseket, egységtudatot értesz a spiritualitás alatt. Figyelj ide! Jó meglátás. Alapvetően abszolút igazad van. Egyetértek, valamit mondasz. De minél határtlanabb szemszögben nézd a dolgokat, minél inkább az egységtudat felé közelítesz. Sőt, ne adj Isten, ha az egységtudatból fogalmazunk így, képes vagy szemlélni a dolgokat, akkor rá fogsz jönni arra, hogy csak az egység létezik. A határok is valóságosak, amelyek elválasztanak minket az egységtől, ez nagyon, igenis nagyon fontos, mert a megélés szempontjából igenis lényegesek a határok. A határok nélkül nincs létezés. A végtelen önmagában nem tud létezni, mert végtelen. Határok legyenek bármennyire is tágak, azok adhatják egész pontosan, de amúgy adják is az én tudatot, valamilyen szintű én tudatot, azaz az egyén, mint olyan valamilyen formában felismeri önmagát. És abban a pillanatban már vágyik kifelé, hisz már van kifelé, mert vagyok ugye én is, valami rajtam túl van, a határaimon túl van. Vágyik kifelé, keres, idézőjelbe, talál ugye egy másik hasonló egyént, vagy valamilyen egyént, akivel egyé fog válni. Hogy az egységet újra meg tudja élni. De eközben fontos számára megélni a határokat is. A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy a végső valóság, a végső szabadság, a végső tudás az mindig az egység megélése. De ez alapvetően nem igaz, hiszen az egység, a végtelen, abban benne van minden. Tehát benne van a vég is, benne van a korlát is. Magyarán a valóság az, hogy a végtelen egység és a végtelen korlátosság egyszerre létezik együtt. Átjárható térben és időben, de csak akkor, ha valaki ilyen téridő korlátokat akar önmagára. Fogalmazzunk ilyen szerencsétlen módon, de jobbat nem tudok. Nehéz beszélni olyan dimenziókról, meg olyan együtthatókról, amelyek abszolút túlmutatnak az emberi felfogás és ezáltal a nyelv korlátain, amely korlátok amúgy nem rosszak. Tehát lényeg a lényeg, hogy ha megfigyeled, hogy minden az egységre törekszik, de hát az egységet mindenki meg tudja élni, csak mindenki az adott dimenzionális szinten, mondjuk. Így, hogy szinten. A szint nem egy rossz, tehát nem egy pejoratív ilyen hierarchiát tükröz, hanem a valóság azon rezgését. Van anyagi szint, durvább szintek, anyagban is van ugye finomabb víz, levegő, van durvább ugye föld, szikla, tehát mi illegős így értelmezik, így fogjuk föl. Ugye ott van a tűz, ami nagyon különleges, anyag, idézőjelbe értve. És vannak ugye más dimenziók, ahol csak idézőben rezgések vannak, hullámok, energiák, hangok, fények, több dimenziós geometriai formák, teljesen más idő, tér, megnyilvánulásokkal. Tehát lényeg, hogy mindenki, ahogy te is mondtad, vagy ha nem is mondtad, de úgy vettem ki a szavaidból, te is egyfajta egység megélésre törekszel, és ezt mindenki a maga szintjén erre törekszik. Úgymond a
az anyag is, az öntudatlan, idézőjelben öntudatlan anyag, az anyagnak is igenis van tudata, csak teljesen másmilyen, másmennyire szekventált, tehát máshogy fogja föl önmagát, a létezést, és más, teljesen más típusú éntudat jellemzi. Tehát lényeg a lényeg, hogy mindenki az egységre törekszik, a maga szintjén. Tehát nézd meg, ugye itt az, nézd meg a fizikai világban. Ugye a fizikai világban mi az elsődleges, a legdurvább, holgalmazom, hogy egység? Hát ugye a pusztulás. Hát persze, hát nézd meg. Minden, ami természetes, az elpusztul, és egyé válik a földdel. Ugye? Vagy a vízzel, ha a vízben él. Egyé válik ugye a természetlen mindenséggel. Vagy hogyha ugye a halat megeszi a madár, a sirály, vagy a csirkét megeszi a róka, akkor ők így válnak egyé. De ha csak szétnézel a világnak, és láthatod, egyé válnak a sejtek, felfolyák egymást, úgymond. Egyé válik a víz, a tűzzel, amikor elég elpárolog. Tehát minden formát vált, és minden látszólagos pusztuláson keresztül, de egyé válik valamivel, valakivel. Tehát az anyagi létezésben az egység megélésnek ez is az egyik formája. Tudom, fura forma, de ha megnézed, ez a legvégső egyéválás. Mert lehet kommunikálva egyéválni, beszéddel, tekintettel, lehet érintéssel, lehet szexuálisan. Nagyon sokféle módon lehet egyéválni itt a fizikai világban egy másik élőlénnyel. De a végső egyéválás, amivel mindenki egyéválik, ami természetes mindennel, sőt, talán még nem természetes dolgok is egyéválnak előbb vagy utóbb a természettel, az ugye a pusztulás, és ezáltal a másik elpusztítása. És erről akkor is a másik elpusztításáról beszélhetünk, ha mondjuk egy hegyiket sem megcsúszik, és leesik a szakadékba, és meghal. Akkor is valahol elpusztította a magasság, a szikla, meg a bénasága. Tehát nem feltétlenül arról van szó, amikor szándékosan megölsz valakit, belecsap a villám. Ott is elpusztításról beszélünk, hisz valami elpusztította, úgymond, a villám, ugye az egyént. De ha még ilyen sincs, egyszerűen csak az idő miatt minden szépen beleolvad egymásba, és előbb utóbb egyé válik mindennel. Tehát ha ebből a szemszögből nézze a kérdést, akkor alapvetően teljesen mindegy, hogy valaki növényt vagy húst teszik. Hát hogy a fenében nem? Hisz az egyéválás a lényeges. Kettő. Ha megfigyeled, az egység szempontjából nem az a lényeges, hogy van, mert van, és köszöni szépen, hanem az a lényeges, hogy egy egyén, például mondjuk te, vagy én, vagy egy szomszédunk, hogy az egyén hogyan képes ezt felfogni, milyen úton tud eljutni oda, hogy legalább elvi szinten felfogja azt, hogy ráérezne arra, hogy a határok csak látszólagosak, és hogy igenis egységben rezeg minden és mindenki. Ha belegondolsz, ezt nem lehet megtanítani, ezt neked is valahogy jött, egyszer csak ott volt, megjelent az érzés, az élmény, a vágy, nem is tudom micsoda, úgymond felébredtél hirtelen, vagy nem hirtelen, de magától történt a folyamat, persze dolgoztál már sokat magadon, lehet, hogy meditáltál, tanultál, így van, de a vágy, az érzet, az magától jelent meg. Tehát lényeg az, hogy mi az az út, amin keresztül az egyén ki tudja ezt teljesíteni, hogy úgymond először szellemi szinten megértse, aztán lelki, energetikai, spirituális szinten pedig meg tudja élni az egységet. Ez a lényeg. És van, akinek ez az út abból áll, hogy meditál, vagy hogy jogázik, vagy hogy harcművészkedik, vagy hogy segít másokon, és mondjuk növényeket eszik. Még van, akinek mondjuk ez a húsevéssel jár együtt, van, akinek a harccal, valakinek az imádsággal, valakinek a vallással. Érted a lényeget? Az azt jelenti, hogyha neked a te spirituális valóságodhoz, a te egységed megéléséhez nem kell a hús, akkor véletlenül is egyébként, mert akkor te tökéletes vegetáriánusként. Nem azért, mert a húsevéssel magadba olvasztod a halált, az állat halálfélelmét, hanem azért, mert számodra ez, az állatnak a halálfélelme, a számodra nem az egység felé nyit. De vannak emberek, akiket viszont ez máshogy van, akik mondjuk a húsevéssel kapott feszültségek, félelmek, szorongások, azokat igenis az egység felé nyitja. És van a harmadik típus, akinek meg nem számít, akinek teljesen mindegy, hogy mit eszik.
maradjunk a te példádnál. Vagy éppen, hogy mondjuk milyen gyakorlatokkal gyakorol, vagy éppen milyenekkel nem gyakorol. Mert nem éli olyan erősen az anyagi világot, hogy a számára számítson, hogy úgymond mit visz bele a testébe, idézőjebb a testébe, mert az ilyen típusú egyének általában a testüket nem élik meg önmaguknak. Ami nem biztos, hogy szerencsés, de hát ez van. Oké. Okay. Én úgy vettem észre különben, hogy a legtöbb ilyen szentember, meg guru, meg tanító, ha nem is abszolút vegetáriánus, de relatív nem eszik sok húst. De lehet, hogy te másokat találkoztál. Ezeket, hogy hallottam, hogy ismerek, azok inkább azt mondanám, hogy növényevők. De pirítvők én is, ha engem ebbe a csoportba sorolsz, akkor én szoktam húst tenni, igen, nem olyan gyakran, most már héten háromszor vagy kétszer eszek húst, háromszor, négyszer pedig csak zöldséget. Nem azért, mert ennyire tudatosan figyelnék erre, általában vagy így esik jobban. Vagy ha húst is eszem, most már azért többségében halat, még egy könnyebb dolgokat, bár szeretem az ízeket, az ilyen magyaros ízeket, vagy az ilyen, tudod, ilyen pikáns ízeket. De nagyon csípem mondjuk a japán konyhának, a sushinak is, ugye ezt a alapvetően finomabb, vagy tompább ízvilágát is. Figyeltem sokat magamat és másokat is ebben a kérdésben, és mondom, ezt vettem észre, hogy valakinek nem kell húst tenni, mert tényleg beszűkíti, vagy éppen rombolja, szétüti. Valakinek meg épp, hogy kell, vagy hogy lehet. Valakinek meg teljesen mindegy. Rád bízom a dolgot, hogy te hogyan éled meg saját magadat. Ha te úgy érzed, hogy így tudsz nyitni a végtelen felé, hogy így jönnek az ötletek, így jön az ihlet, így jönnek a felismerések. Ha az egységet te úgy tudod megélni, hogy nem olvasztod magadba az állatokat, mert a növények magadba olvasztása az nem zavar, de az állatoké már igen, akkor tedd így. Jól mondtad, ugye? Hisz maga az állat és a növényvilág is benne van az egységben, ők is, mint minden a részünk. Így van. De hát akkor már nincsnek benne az egységben, ha benned vannak egy kisebb egységben, vannak benned, érted? Mert hát te is az egységnek a része vagy. Gondold végig a dolgot tisztán a végtelen, az egység szemszögéből nézve. Ha minden egy végtelenben létezik, mondjuk egy határtalan állapotban, ugye akkor a korlátok látszólagosak, elkülönünk egymástól, van mondjuk testünk, és akkor a testünk maga egy önálló zárt egység, ami különálló, szintén önálló zárt egységek összehatásaként, tehát közösen működnek ezek az önálló egységek, a szerveid, akkor még kisebb egységek, mondjuk a sejtjeid, stb. Tehát egy önálló egység vagy, belül végtelen mennyiségű sok kis önálló egységgel, mint egy órának a sok-sok végtelen fogaskerekéről beszélünk, amelyek tökéletesen működnek, ha nem, akkor leáll az óra és game over. Tehát te is egy egység vagy, de te is része vagy az egységnek. Tehát ami benned van, az is része a te egységednek, de része a végtelen egységnek is. Érted, amit mondom? Tehát amit megeszel, az is egységbe kerül, hát hogyne. Ha egy fát rádolsz a tűzre, és ugye hamuvá is füsté válik, hát ő is az egység része lesz, a hamu a föld egységébe kerül, a füst ugye által a levegő egységébe kerül, a energetikai szinten meg a végtelen egységébe kerül. Hát persze, az állat ugyanígy jár akkor, hogyha meghal, belekerül a föld egységébe, ha elégetik, akkor a levegő egységébe, és energetikai szinten meg a végtelen egységbe kerül vissza. Hogy ez milyen úton módon történik, hogy elpusztul, megeszi egy húsevő állat, megöregszik, vagy egyszerűen te eszed meg, az az egység számára nem számít. A te számodra számíthat. Jó? Úgy vettem észre, hogy nem csak ebben a kérdésben, minden más kérdésben is. Aki valóban él egy elvet, egy ideát, egy valóságot, amely valóban belőle fakad, akkor az este többségében nincs benne a térítési szándék. Sőt, szinte sosincs. Tehát aki nagyon térít, az általában másokat akar meggyőzni az igazáról,
de csak azért, hogy kapjon visszajelzést, hogy tényleg igaz az, amiben ő hisz. Tehát a letüttérítő az én képzavar miatt teszi, amit tesz. Majd arra akarok kiugadni, hogyha te nem vagy egy ilyen mindenkit megtérítek, hogy legyen vegetáriánus típusú egyén, akkor szinte biztos, hogy az utadon vagy, és tényleg valóban a vegetáriánus létezés a tiéd. Ha viszont ilyen lappal mindenhol próbálsz mindenkit átnevelni a növényevésre, különböző okokra hivatkozva, akkor lehetséges, hogy valami valahol diszharmóniában dolgozik benned. Nem biztos, hogy az evés területén, hanem más területen, de lehetséges, hogy ott valamit nem azt éled, amit gondolsz, vagy amit hiszel. Ilyenkor megéri szétnézni és hagyni, hogy a harmónia újra egyéb váljon benned. Bár a leved alapján nem tűnsz egy fanatikusnak. Úgyhogy örülök, hogy kérdezted, remélem te is örültél a válasznak. No, jók lehetek.